2009 óta évente többször is megszervezi a Zöld Székelyföld Egyesület a nagy olajgyűjtés elnevezésű akcióját Csíkszeredában. Február 15-én szombaton 18 szóra kerül sor a gyűjtésre, a csíkszeredaiak a megszokott helyszíneken adhatják le újrahasznosítható hulladékaikat. Gyűjtőpontokat állítanak fel az óceán ABC-nél, a Kalász negyedi lépcső felső szakaszánál, a Szabadságtér Szapiencia felőli sarkánál, valamint a Tudor József Attila általános iskola szomszédságában található parkolónál. Az Egyesület önkéntesei délelőtt 10 és 14 óra között fogadják a használt zsiradék és étolaj mellett az elektronikai hulladékokat, műanyagpalackokat, papírt, üveget, elemeket, CD-ket, DVD-ket, nyomtató tonereket, kéget, égőket és neonégőket, illetve lejárt szavatosságú gyógyszereket. A nagy olajgyűjtés során az elmúlt hat évben több mint 7600 liter használt étolajat gyűjtöttek be a zöld székelyek.